Na, ezt a videót többször megnéztem, ezt a merényletes videót. Jó napot kívánok! És utána olvastam a dolognak egy kicsikét, mielőtt még itt azért emberek itt elmondják, hogy, ez így kell csinálni, meg úgy kell csinálni. Ami nekem nem tetszett, megnéztem a videót nagyon sokszor, és az egyik videónak a sarkában lehet látni, hogy amikor ugyebár meglövik, akkor senki nem ugrik a szlovák elnök elé. Senki az ég egyet a világon nem ugrik. Mi van akkor, hogyha két fegyveres van, és az egyik lő, és arra megy rá az összes security, és utána a másik meg lelövi még az elnököt egy 3-4-5 golyóval. A barrier, hogy hívják ennek a hát, hogy mondják, tehát ennek a kordonnak a túloldalán nem volt security. Nem volt biztonsági őr sem, meg nem volt bodyguard sem, meg nem volt secret service sem, senki nem volt ott. Tehát akkor a következő pedig az, hogy amikor egy ember így előránt egy fegyvert, akkor elvileg maximum egyet tudna lőni. Tehát ez azért úgy van megoldva, hogy ott, mit tudom én, 2 méteres helyszínen kéne lennie őröknek. Na most itt a kérdés az az, hogyha megnézzük, hogy 2-3 héttel ezelőtt Fico pont mit mondott itt a World Health Organization-sel kapcsolatosan, és mennyire megy az USA-s politikusokkal szemben, jelenlegi USA-s politikusokkal szemben, akkor olyan véletlen egybeesés ez a támadás, és olyan véletlen egybeesések vannak, hogy a security nem volt pont ott. Tudták, erre a helyre rendszeresen járnak, úgy tudom, legalábbis az egyik csatorna ezt mondta, hogy azért pár havonta azért erre a helyre el szoktak menni. Ezt a helyet nagyon jó kellett volna őrizni. Hogy a francba lehet az, hogy... És ez nem azt jelenti, most egyedül egy ember itt elkövetett egy dolgot. Ez nem azt jelenti, hogy mögötte nem áll senki. Csak az, hogy egy ember, aki így meg tud őrülni, és így magát bele tudja tenni ezekbe az elméletekbe, az mire képes? Mondjuk ez egyik legveszélyesebb, mert így igazából nincsen társa semmije. De ha a Facebookomon visszanézitek a posztjaimat, a 2023-ban írtam azt, hogy terrorcselekmények és merényletekre lehet számítani. Nem teljesen ilyenre gondoltam, másmilyenre, de talán szinte borítékolható az, hogy ez a radikális gondolkodás és ez a mennyiségű pénz, ami a globalista oldalon van, és ezek a gondolkodású emberek, hogyha így összefűződnek, akkor szinte borítékolható az, hogy lesz még ilyen. És nem kell olyan nagyon sokat gondolkodni azon, hogy esetleg ki lesz a következő, aki ellen ilyeneket megpróbálnak csinálni, azok az országok ellen, akik legjobban szembe mennek ugyebár a globalista gondolkodással, és most már több külföldi adóban is megemlítettek egy pár nevet, hogy kiknek kéne kicsit elővigyázatosabbnak lenni, és ezek között benne van Orbán Viktor is, mert nagyon rosszul áll a globalista oldalnak a szénája, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy amit tudnak, azt áttoljanak. És olyan furcsa, hogy ilyen nagy a csend azért, hogy azért, tehát, hogyha valakibe azért 2-3-4 golyó belemegy, ott másodpercek elnek el. Pak, 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 pak. Na most egy fegyverrel ennyi időt eltölteni egy áldozattal szemben, az rövidnek tűnhet, de a fegyvernek a kontrollálása, ami az ember kezében van, ennek a pisztolynak a kontrollálása, milliméterek azok, amit a kezedben megmozdítod a pisztolyt, az nem mindegy, hogy hova megy egy
áldozatban, éppen a szívébe, a gyomrába, mit, akkor milyen golyó volt abban a fegyverben, mekkora szakítást végzett, pontosan mennyire közelről kapta a lövéseket, mit tört el. Tehát itt azért van egy olyan érzésem, hogy itt azért tartanak ennyire titokban dolgokat, mert nem igazából jó hírek fognak napvilágot látni. A Európai Uniós választások előtt ez az ember meg már biztos 100%, hogy nem fog felépülni. És az is kérdőjeles, hogy esetleg a politikában fog-e maradni. Vagy egyáltalán annyira egészséges lesz, hogy ő bármikor, bármilyen körülmények között még esetleg tudjon bármiféle munkát is végezni. Szóval, akinek van fegyvere, az tudja, hogy fél milliméter, milliméter, ahogy egy pisztolyt elfordít, az a lövésnek a végén centik, 10 centik, fél méterek is lehetnek. Attól függ, milyen messze áll az ember, akibe belelőnek. Hogyha ennyi ideig, több másodpercig nem ugrott elé senki az elnöknek, sőt, nem is ugrott elé az embernek, aki lőtt. Mert ezennek az lenne a feladatuk, ugye, hogy a saját magát feláldozzák annak érdekében, hogy megmentsék az elnököt. Ez egy nagyon léhűtő brigád volt, srácok. Ez olyan léhűtő brigád volt, aki ott volt, ez vagy le volt fizetve, ezek vagy le voltak fizetve, vagy meg lett nekik mondva, hogy itt most izé legyen, itt most nem kell rohangálni, vagy valaki leállította őket, vagy egy főnökük le lett fizetve, aki mondta, hogy nem érdekes, nem kell annyira izét csinálni, vagy kihagyták a meetinget. Egy ilyen dolog előtt kell, hogy legyen egy meeting, kell, hogy legyen egy menekülési útvonal, kell, hogy legyen nagyon sok minden. És hogyha az elnök azt mondja, hogy ő oda sétál, jó, akkor is az elnök mellett, rögtön az elnök mellett, tehát nézd meg, amikor Putyin bárhova megy, van az a, mindig egy ember van mellett, majdnem 99%-ban egy ugyanaz az ember van mellett, és mindig takarja Putyint, a kamerák azok látják, de általában mindig takarja Putyint, és mindig mellette van, nagyon közel. Itt, hogyha megnéztek a videót, lehet azt látni, hogy itt szerintem egy méterre voltak az elnöktől. Mondom, nem vagyok ebben is okos, csak akinek fegyvere van, az azért azt láthatja, hogy itt azért a lövések között negyed másodpercek telnek el, és semmi nem történik, senki nem ugrik az elnök elé, senki nem ugrik a csávó elé, senki nem ugrik be a golyó és az elnök közé, senki nem löki az elnököt el, és amikor lelövik az elnököt, akkor is elesik. Lehet látni az egyik képsor baloldali kamerán, elesik, és utána próbálnak így oldalról menni az illetőhöz, aki lő. Tehát senki nem áll be a fegyver, a golyó, a merénylő és az áldozat közé. Tehát ez már mi?